Az elmúlt hétvégén 14. alkalommal rendezték meg Szegeden a BB Mentor kupát, Magyarország legrangosabb egyéni tekeversenyét, amelyen világranglista pontokat is lehet szerezni. A nyíregyházi színeket Kastura Zsolt és Magyarorsi Péter képviselte. Utóbbi az alapversenyben 624 fát ért el, így bejutott a legjobb 16 közé. Ott a többszörös világbajnok Zavarkó Vilmossal találkozott, aki 2-0-ra verte a két nyerszettig tartó mérkőzésen. Magyarorsi a torna történetében első nyíregyházi versenyzőként léphetett dobóállásba kieséses szakaszban. Decembertől másképp edzek, és talán a felkészülésem hozta meg, ez a másféle felkészülés hozta meg ezt a váratlan jó eredményt. Nagyon izgultam, főleg a döntő, hát 200, legalább 200 szurkoló tömbe volt a csarnok, amit én megmondom őszintén, el se tudtam képzelni, hogy milyen érzés. Hát remegett a lábam, megmondom őszintén. A világ egyik, ha nem a legjobb játékosával kerültem össze. Sajnos nekiállt az ászló, ők ebből élnek, úgyhogy nem is csoda. A hétvégén folytatódik a bajnokság a Szuperligában. A nyíregyházi Tekeklub az első körben 3 győzelem mellett 8-szor szenvedett vereséget. Magyarorsiék célja az, hogy a jelenlegi 9. helyről előrébb lépjenek a tabellán. Nagyon szerencsésnek mondható a sorsolásunk. Ősszel sajnos elszórtunk egy pár pontot, amit itt tavasszal van lehetőségünk pótolni. Már abból is, hogy a 6 hazai mérkőzésünkből 4 csapat biztosan verhető itthon, és így is fogunk hozzáállni. Az NTK hazai környezetben a BKV előre ellen kezdi a tavaszi szezont. A mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Teke csarnokában.